Ének szó és táncdobogás törte meg a csendet június 9-én Szeremlén. A lányok és fiúk népviseletet öltöttek magukra, így ünnepelve az idei ladikázást és borsoskalács fesztivált. A helyi szokásról Kisné Kovács Zsuzsanna, a tánccsoport vezetője mesélt az érdeklődőknek. A pünkös délelőttjén elmentek templomba, természetesen az volt a legszebb ruhákba fölöltözve, és délután pedig a leányok sétáltak a Sugovica partján, a legények pedig földíszített, zöld ágakkal díszített csónakokkal, ladikokban várták őket, és ki a párját kiabálta, hogy Kovács Julis, gyere be a ladikomba, és akkor az a leány, akit beszólítottak, az maga vagy a barátnőjével beült a csónakba, és akkor ott leföl ladikáztak a Sugovicán énekszóval. Az ünnepély egy közös tánccal kezdődött, majd megindultak a férfiak a csónakjukhoz a Sugovica partjára, ahol hölgyeiket várták. A lányok három csoportra szakadtak. Nem csak a településről, de Nagybaracskáról és Kalocsáról is érkeztek olyanok, akik vízre szálltak. A község polgármestere kiemelte, nem szabad elfeledkeznünk azokról az értékekről, amiket a hagyományok tartogatnak számunkra. Egyrészt valljuk, hogy a múltjában él a nemzet, illetve a múlt értékeit szükséges megőriznünk ahhoz, hogy a jelenben egy olyan jövőt építsünk, ami összeköti a múltat a jövővel. És azt is gondolom, hogy egyébként miközben az élet globalizálódik, ebben a folyamatban nagyon fontos az, hogy a helyi értékeinket tudjuk őrizni. A parton egy pár választás következett, majd a lányok beszálltak a fiúk mellé, és énekelve ladikázták át a folyót. Jó hangulatban zajlott az esemény, és a résztvevők pedig elmondták, fontosnak tartják, hogy megőrizzék hagyományaikat. Én nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem ezt a pünkösdi rendezvényt, szerintem azért nagyon fontos, mert egyrésztről ez egy önálló, sehol máshol elő nem forduló ünnepély, másrésztről pedig szerintem nagyon fontos emlékeznünk arra, hogy mi volt a múltban, mert megmondja, hogy kik vagyunk, és segít irányt adni, hogy merre megyünk. A ladikázást követő vendégek a résztvevőkkel együtt visszatértek a falu múzeum udvarára, ahol a frissen készült borsoskalács várta őket, majd megkezdődött a mulatság.